Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Média megjelenés. Rádióban és televízióban. Országszerte. A műsor együttműködő partnere a Kabiri Szőnyegház. Minőségi szőnyegek kedvező áron. Együttműködő partnerünk a Hotel Benczúr. Szálloda és konferenciaközpont Budapest belvárosában. A Liget kapuja. Sztárportré a YouTube-on is. Mindannyian különbözőek vagyunk. De van valami, amiben egyetértünk. Vannak közöttünk barátok, és vannak ismerősök. Időnként a különbözőség. Máskor a hasonlóság, ami összehoz minket. Néha az ismeret. Máskor a tapasztalat, amit megosztunk egymással. Számítunk egymásnak. És számíthatunk egymásra. Beszélgetések, ismert emberek és mély témák hétről hétre. A Sztárportré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Mikor érezted először a testvér hiányát? Én szerintem már nagyon kicsi koromban, mert a családi fáma azt jegyezte meg, hogy valamikor olyan 4 és 5 éves korom körül írtam, mert mivel édesapám otthon fordított és gépelt, én már elég hamar tudtam olvasni meg, hát olyan ákon-bákon betűkkel, de írni. És már 4-5 éves koromban kiírtam egy cédulára, hogy Gólya néni, hozzál nekem testvérkét, és ez a cédula még mindig megvan, össze-vissza ázva, mert kívülre az ablakra raktam, hogy a Gólya néni lássa, mert ugye akkor még a Gólya mesékbe természetesen hittem. És Gólya néni, hozzál nekem testvérkét. De egész életemre jellemző, hogy nagyon hiányzik egy testvér. Mindig mindenkit, a legjobb barátnőmet, a mai napig is testvéremként tartom, mindig valakit kineveztem testvérnek. Ez a valaki, ez Kulin Eszter volt, a Kulin György csillagásznak a lánya, akivel egyházban laktunk, és nagyon-nagyon boldog gyerekkorunk volt együtt, rengeteget. Együtt tanultunk járni, együtt tanultunk beszélni, együtt jártunk iskolába, és őt neveztem ki testvéremnek. Ez jó megoldás tulajdonképpen akkor, hogy tényleg találtál magadnak lényegében Igen. egy Igen. testvért. És a felnőtt koromban pedig a gyermekeim édesapját éreztem úgy, hogy miután elváltunk, mert az élet mást hozott, de mi nagyon szeretetbe és nagyon-nagyon tisztességesen váltunk el, a gyerekeinknek nem akartuk azt az élményt, hogy netántán eljutunk odáig, hogy veszekszünk. Úgyhogy elváltunk, de szeretetben. És akkor pedig azt éreztem, hogy a nagy fene szerelem, hogy így mondjam, elmúlván, maradt egy szeretet eszencia. És akkor meg kineveztem őt tulajdonképpen magamban bátyámnak. És most is úgy tartom, hogy a noteszomban a két fiam neve után az ő neve szerepel ott, ugye arra az esetre, hogyha valami baleset ér, akkor őket értesíteni. Tehát ő is valamiféleképpen nagyon erősen az életemben maradt. És az jut eszembe, hogy az is érdekes, hogy még dalaidban is néha testvérként szólsz másokhoz, hogy mondjuk drága testvérem, mondod igen, másoknak. Igen, igen. Arra emlékszel egyébként, hogy gyermekként, amikor még vágytál egy testvérre, hogy akkor mi az, amire igazán vágytál? Hát az ilyen kis titkoknak a megbeszélését vártam volna nagyon egy testvértől a későbbiek folyamán. Először persze, hogy a lakásban is legyen valaki gyerek rajtam kívül, játszani. Akivel mászunk, játszunk. Nagyon jó lett volna, és a későbbiek folyamán pedig, amiket úgy már nem a szüleinek mond el az ember elsőnek, én
a Kulinesztert leszámítva nem voltam olyan barátnőzős, hogy akkor most a barátnőknek a nyakába zúdítok mindent. Én ezt a testvéremnek szerettem volna. És Eszter azért át tudott már menni? Tehát ilyen 5-6-7 éves korodban átment, és játszottatok együtt úgy akkor? Az teljesen természetes volt, hogy ugyanúgy volt ő nálunk, mint én náluk. Például nem nagyon szerettem akkoriban az almát. Fel nem tudom fogni, hogy miért, mert annál egészségesebb, tisztességesebb gyümölcs kevés van. De akkoriban nem nagyon szívesen ettem az almát. Erre édesanyám mindig lecsempészte az alattunk lakó Eszterékhez, és ott két pofára megettem, mikor kínáltak, akkor rögtön nem volt semmi gond, persze, úgy ettem a saját otthoni almánkat. Igen. Lehet, hogy Eszter szülei meg valamit hozzátok csempésztek fel? Hát, ők vegetáriánusok voltak, és én szerencsétlen Esztert egyszer kőkeményen megetettem zsíros kenyérrel és szalámival, hogy Eszterként, te nem tudod, ez milyen finom, hát gyere, kóstold meg. Szerencsétlennek a szervezete rosszul úgy tiltakozott, lett. Nagyon rosszul lett, igen. Igen, úgyhogy tovább a későbbiek folyamán ezzel nem próbálkoztam. Na de akkor tényleg, te tulajdonképpen úgy nőttél fel, hogy vér szerinti testvéred a valóságban nem volt, és utána, hogy egyre nagyobb lettél, akkor benned milyen kép alakult ki, hogy amikor neked lesz gyermeked, akkor benned az volt, hogy biztos, hogy több gyermek, vagy biztos, hogy egy gyermek? Hogy voltál ezzel? Úgy voltam, hogy egészen biztos, hogy 3 gyermek. Aztán 2 sikerült, a harmadik az egy nagy történet, a könyvemben meg is írtam. A harmadik gyermekem baleset következtében elment, de én mindig is 3-at szerettem volna. És most azért vagyok nagyon-nagyon boldog, mert 5 meglévő unokám mellé február első hetében érkezik a 6. unokám. Már lehet tudni, már képet is láttam róla, tüneményes, és Lilinek fogják hívni, tehát az unokáim megoszlása most már úgy van, hogy 3 fiú, 3 lány. A kisebbik fiamnál, Bálintnál van 4 unokám, jó nagy a korkülönbség, mert a legidősebb az idén érettségizik, a legkisebb megszületett, az pedig 3 éves. Csodálatos jó testvérek. Hát Bálint, mikor Balázs már iskolába ment, és Bálint még ugye nem, akkor egyszerűen járkált fel alá nagy, komoly pofával, hogy és a bajászkám, hol van a bajászkám, hol van a bajászkám, és egyfolytában így, hogy hol van a Balázskám, hol van a testvérem. És ugyanilyen jó testvérek a nagy unokáim, és a picik is, lehet látni, hogy nagyon szeretettel vannak egymást. Nem csak akkor, amikor látod, és azon kívül pedig nem püfölik egymást, de nem, biztos van olyan nem is, amikor... Nem püfölik egymást, soha. Pedig két fiú. Nem pedig püfölik. Két fiú a két kicsi, és nem püfölik egymást, hanem együtt építgetnek. Persze eleinte volt olyan, hogy a legkisebbik, a Balika, az belegyalogolt a másiknak az építményébe, akkor hatalmas sírás volt, de akkor sem verekedés. Csak hatalmas sírás, hogy Anu, Anu! Igen. Tehát létezik akkor olyan, azt mondod, hogy nincs bunyó gyerekek, testvérek között? Szerintem a legritkább esetben. Én nem láttam őket verekedni, és hát mivel a gyerekeimmel is abszolút jó kapcsolatban vagyunk, ők sem mondják, kérdeztem, hogy ezek máskor is ilyen jóban vannak. Igen, nem verekszenek. Mesélnek egymásnak, nagyon jól el vannak. És a saját gyermekeidet pedig láttad, és hogyha ott se láttál a bunyót? Nem. Úgy végképp nem. Hát ott olyan volt, hogy ha egyik piszkálta a másikat, mert azért persze ilyen apróságok előfordultak, de mindig a kisebbik piszkálta a nagyobbikat. És a Balást úgy neveltem, hogy édes kicsi fiam, ha látod, hogy valaki kisebb nálad, akkor nehogy bántsad, segítsd. És akkor, mikor az óvodába bekerült, akkor ez a tanítás nem vált hasznosnak. Mert már egy bevált, összeérett gyerekközösségbe került, és hát nem fogadták jól. És
húzogatták, a haját húzogatták, ilyen szép, hatalmas, nagy vészszőke haja volt, haját húzogatták, kabátujját, és akkor annyi volt a reagálás, nem az, hogy visszagyomrozza, hogy hé, mit bántasz. Most már talán felnőtt korára talán egy kicsit megtanulta magát megvédeni, de akkor azt mondta, hogy miért bántasz? Nem látod, hogy kisebb vagyok? Mert lehet, hogy működött egyébként. Működött? Hát nem, mert nem piszkálták, piszkálták tovább. A későbbiek folyamán most már ők is ugyanígy nevelik a gyerekeiket, de hogyha nagyon nagy piszkálódás van, akkor mondják, hogy azért ne hagyd magad. Azért mamlasz ne legyél, vegyék észre, hogy veled ezt nem lehet csinálni. Tehát hangmegemeléssel mondjuk. Például. Vagy a szeme villanásán, vagy az arcával jelezze, hogy ennyi, és ne tovább. Igen. Az ikertestvéreddel ti szoktátok érezni néha egymás gondolatait? Ez egy jó sztereotípia felvetés. De semmi köze a valósághoz? Nem mondom, hogy semmi, mert megérzünk dolgokat, de hogy egymás gondolatait látnánk, éreznénk, ez szerintem sztereotípia. Habár egyszer volt olyan eset, még gyerekként, azt hiszem esküvőre készülöttünk, és külön-külön mentünk, nem gyerekként, tínédzserként, bocsánat, külön-külön elmentünk nyakláncot nézni magunknak, és mikor hazajöttünk, akkor meglepődve vettük észre, hogy ugyanazt választottuk. Ugyanazt. Ami nem tudom, hogy iker dolog, vagy csak azonos az ízlésünk, de vicces szituáció volt. És amúgy tényleg semmi olyasmi, hogy úgy jól, még jobban egymásra tudnátok hangolódni. Amúgy a testvérek is jól egymásra tudnak hangolódni, de hát az iker testvérek, akik egyébként gyakorlatilag ti ugyanúgy is néztek ki. Nagyon hasonlóan, igen. Teljesen. Tehát kettő van lényegében belőled, tehát soha igen. Nem lehet tudni, hogyha kimész, akkor melyik jön vissza. Igen, ez vicces, mert megbeszéltük az iker testvéremmel, hogyha bárki az utcán köszön neki, illik visszaköszönni, mert ők nem biztos, hogy tudják, hogy ő nem az, aki. Hát, nem öltözködtünk ugyanolyan ruhákba. Viccből sem? Hát egyszer viccből, meg egy farsangon CMV-kreknek öltöztünk. Egy jó nagy nadrágba bele mentünk ketten, meg nagy pulcsiba. Azt hiszem, valami díjat is nyertünk érte. De hogy a szüleink szerették volna, hogyha megvan a saját terünk, meg egyéniségünk. De így az évek során, meg egészen gyerekkortól, tinédzserkor, felnőttkor, mi mindig ott voltunk egymásnak. Olyan érdekes, mert az ikertestvérem most már ugye férjes asszony. Én is férjes asszony vagyok, tehát külön családunk van. És mai napig, hogyha bármi baj van, vagy rossz hangulata van, vagy nincs jó napja, vagy nekem nincs jó napom, ő az első, aki eszembe jut, vagy akinek én eszébe jutok, hogy igazából az segítene nekem a legjobban, hogyha átjönnél hozzám, vagy kávéznánk egyet, mert valahol így az otthon, mint fogalom, vagy mint hely, vagy érzés, otthon érzés, az ikertestvéremben ott van és ott marad szerintem életünk végéig. Valószínűleg egyébként az egyszerű férfi szemet is meg lehetne könnyen téveszteni, akár a férjetek is szerintem simán lehet, hogy nem is ismerne meg messzebbről pár méter távolságból. Én el tudom képzelni a férfi egyszerűségből kiindulva, hogy... A hangunkat már volt, hogy összetévesztették. Ráadásul. Telefonon azért ez nem egyszerű. Én beismerem, ez nem egyszerű. De hogyha a férjemet kérdeznéd, ő azt mondaná, hogy nem is hasonlítunk az ikertestvéremmel. Akkor ő megismer. Na de nálatok fokozódik a helyzet egyébként, vagy a családban van még egyszer egy ugyanilyen történet, ahol fiú, még egy ikerpár, csak ők fiúk. Igen, a bátyámék, ők is ikrek, és azt mondjuk lehet, hogy jó, vagy fontos információ, hogy természetes úton lettünk mind a négyen ikrek. Szokták mondani azt, hogy vagy akkor van esélye ikerpár születésének, hogyha azt hiszem egy generációk, tehát a nagyszülők ikrek, vagy pedig idősebb korban történik a születés. És
az én anyukám 43 éves volt, apukám pedig 48 éves, amikor mi születtünk, tehát ez már mondható egy esélyes helyzetnek, hogy ikerpár szülessen, és a bátyám még pedig 6 évvel idősebbek nálam, tehát azért ők sem, tehát ők is mondhatjuk úgy, hogy aránylag később érkeztek. Róluk azt érdemes talán így elmondanom, hogy ők az ikerségnek az a másik oldala, akik nem hasonlítanak egymásra, egyik szőke, másik barna, szemüveges, nem szemüveges. Mindig is így volt, tehát sosem, tehát ők nem az a fajta ikerpár, akik a születéskor még nagyon hasonlítanak? Kisebb korúban valóban jobban hasonlítottak, ez mármint fotók alapján ezt tudom mondani. De annyira más az érdeklődési körük, meg a személyiségük, és egyébként szerintem tök jó, hogy teret kaptak arra, hogy külön individuumként is létezzenek. Tehát amikortól volt választási lehetőségük, külön középiskolába mentek, saját érdeklődési körök után mentek, úgyhogy... Ikerségnek nyoma sem maradt. Azt el tudnád mondani róluk, hogy testvérek, de hogy ikrek, azt szerintem nem. Na, de egyébként testvérekről beszélgetünk, még ezen kívül még két testvéred van, tehát aztán már nincs tovább, mondom a nézőtét, tehát összesen 6 testvér, igen. De még két idősebb testvér, akik például már egész nagyok voltak, amikor ti ikerpárként lányok megszülettetek. Ezeket is hallomásból tudom, meg annak idején járt nálunk a Hajdúszoboszlói Városi Tévé, nyilván ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy két ikerpár, ekkora körkülönbség, ennyi gyerek, és akkor még mindannyian otthon éltünk az otthoni hajdúszoboszlói házunkban. 8-an, milyen jól egy talált család. Igen, sőt, én úgy tudom, hogy nagymama is velünk élt 9. akkor. Úgyhogy... Kutya esetleg? Nem volt. 10. Igen. Egyébként csodálatos időszak az, amikor együtt van a család. A sok játszás, a hangos nevetések, az étkezések. Igen, nagyon büszkék voltak ránk, ugye 4 fiú báty, aki nagyon szeretett volna a lánytesót, és 2 is lett. Úgyhogy elmondásaik alapján nagy ajándéknak élték meg azt, hogy mi érkeztünk. Arra emlékszem, hogy az apukám a gyülekezeti tagokkal, tehát barátaival összefogva egy medencét építettek, meg ástak, meg csempésztek a kertünkbe. A kertben. És hát az nekünk egy ilyen óriási dolog volt, ráadásul a Hajdúszoboszló így híres gyógyvizet, a forrásvizet, kannákkal ide hozta, vitte, 4-5 kört fordult mindig így kocsival, és mi egy ilyen kis privát Hajdúszoboszlói gyógyvizes fürdőben. És nagyon sok pancsolás, nagyon sok játszás, ezekre nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem vissza. Tehát tényleg megadták nekünk azt a élményekkel teli gyerekkort, amiért én nagyon hálás vagyok. Azt te tudod, hogy neked hány gyermeked lesz? Nem tudom, hogy hány gyermeked lesz. Vagy érzed-e? Két dolgot tudok. Jó, de komolyan mondtad, két dolgot figyelek. Az egyik, hogy nem lesz egyedül. Abban felnőni, hogy testvéreim vannak, hogy van különleges kapcsolódás, hogy tudom, gyerekként is és felnőttként is van valaki, és nem is egy, hanem őt, akire bármikor számíthatok. Ehhez nincsen fogható. És én mindenképpen szeretném, hogyha a gyermekeink megkapnák ezt az érzést, hogy van kire számítani. Már akkor is, ha mondjuk mi már nem leszünk hosszú évtizedek múlva, de hogy ezt szeretném. Viszont, hogy 6 gyerekünk lesz-e, ebben sem vagyok biztos, mert ez azért óriási felelősség. Tehát mi is 6-an vagyunk testvérek, illetve a páromék is. Ott nincs ikerpár, és a párom is az 5. a sorban, és én is az 5. vagyok. És azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok előnye, de hátránya is van. A párom egyébként több gyereket szeretne, mint én. Én ezzel az egésszel úgy vagyok, hogy érezni fogjuk, amikor ott vagyunk. Csak egyformán érzitek-e? Ő még érzi, jó, jöhet, még 2 ikrek, jó, nem baj. 3-as ikrek, nem gond. 4-es, jöhet. Hála Istennek működik közöttünk nagyon jól a kommunikáció, úgyhogy meg fogjuk tudni ezt beszélni. Nem tudom, hogy akinek nincs testvére, hogyan éli meg az életet. Egész életemre jellemző, hogy nagyon hiányzik egy testvér.
mi is hatan vagyunk testvérek, illetve a páromék is. Én nagyon szeretném, hogyha ilyen családi élményeket meg mi is adhatnánk tovább a férjemmel. Együttműködő partnerünk a Hotel Benczúr, szálloda és konferencia központ Budapest belvárosában. A Liget kapuja. A műsor együttműködő partnere a Kabiri Szőnyegház. Minőségi szőnyegek kedvező áron. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Média megjelenés. Rádióban és televízióban. Országszerte. Sztárportré a YouTube-on is.